Egy lépésre, pontosabban két nyert meccsre került a döntőtől a Nyíregyháza Blue Sharks. A két szárpák a szezonban eddig háromszor találkoztak a Veszprémmel, a HEP kupa döntőjében a csütörtöki ellenfél győzött, a bajnokságban pedig mindkét csapat hozta a hazai meccsét. A nyíregyháziak felkészülése nem volt ideális, mivel a fiatalok az elmúlt hét második felében az U20-as döntőben szerepeltek, többen egyetemi bajnokit játszottak, így a teljes keretnek csak kevés edzést tudott tartani Siska János. A szakember ettől függetlenül bízik a sikeres szereplésben, és azt is elmondta, hogy mivel lehet felülmúlni az alapszakasz győztesét. Mindenképpen kemény védekezéssel, ez egyértelmű, illetve támadásban a letámadó taktikájukat, illetve a pick and roll-os csapdájukat kell majd átjátszanunk okosan. Illetve hát nagyon jó kell dobunk kintről, hiszen az alsó poszton nagyon erősek, de remélem, hogy fölül tudunk kerekedni. Busz Iván szerint annak ellenére, hogy háromszor is találkozott egymással a két csapat, még nem fették fel egymás előtt minden kártyájukat. Szerintem szokásos playoff párharc lesz. Igazából teljesen más ez, mint az alapszakasz. Igen, három meccset játszottunk velük, mert a HEP kupa döntőben is velük játszottunk. De azt kell mondjam, hogy még egyszer se játszott úgy egyik csapat se, hogy mind a ketten teljes kerettel voltunk, mert a odavágó még az alapszakaszban másik légiósunk volt, tehát kupa döntőn Geri volt sérült, az utolsó alapszakasz meccsen pedig ők tartalékoltak erősen, úgyhogy igazából az előnyünkre is válhat, mert ők se tudják nagyon, mire számíthatnak tőlünk, szeretnénk oda menni és elvenni egyből pályaelőnyt. Tudjuk, hogy mire számíthatunk, ismerjük a védekezésüket, agresszív csapdázós védekezés játszanak a 2-2-k ellen, nagyon sokat erőltetik az alsó posztos játékot, és amit mondtam, ami nekünk fegyvertényünk lehet, hogy nagyon a teljes csapatunk ellen mi nem tudtak felkészülni, ha bár az utolsó alapszakasz meccs semmi teljes csapattal voltunk, de próbáltunk ott is, Janiék felhívtuk a figyelmünket, hogy az esetleges későbbiekre gondolva ne játszunk minden figurát, és ne adjunk ki mindent a taktikai repertoárból, úgyhogy ez lehet szerintem az előnyünk még. A csütörtöki meccset követően vasárnap 18 órakor a Continental Arénában találkozik egymással a két együttes, majd ha szükséges, akkor május 10-én lesz a harmadik mérkőzés Veszprémben. A másik ágon a MAFS és az oroszlány harcol a döntőbe jutásért.